Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Először megtekintjük a kártyákat, hogy mi vár ránk a pénteki napon. Mi az energia? Az bal oldalon látható. A fő téma fölül van, és ez a kártya azt jelenti, hogy valaki segít neked. Valaki ott van, figyel rád, megvéd téged, kapsz valakitől segítséget. Alul látható az egyik képen a kard. Vagy ő veszi kezébe ezt a kardot, és komoly döntéseket hoz. Vagy te veszed kezedbe ezt a kardot, és te hozol döntéseket. A kard nem csak döntésekre utal, hanem kommunikációra is. Itt mindkettőtök részéről megvan ez a vágy, ez az igény, hogy beszéljetek egymással. A karddal el lehet valamit vágni, például a félelmeket, hiszen átteszitek magatokat a félelmeken. És a kard mellett ott van a szív. Itt szerelemről van szó, szerelmi témákról, és a szívben látható Vénusz bolygó szimbóluma. Az te vagy, hiszen jelenti a nőies energiát, és ott van a korona. Tehát érezd magad úgy, mint egy királynő, mint egy uralkodónő. És a virágok jelentik a szépségedet, vagy egy szép környezetet, vagy egy ajándékot, hiszen lehet, hogy meglep téged, úgyis beszélni akar veled, de előfordulhat, hogy kapsz egy ajándékot. A szombati nap középen látható. Fölül a felső kártya jelenti a fő témát. Itt van konkurencia, vagy lehet, hogy van egy rivális nő a környezetedben. És most nem tudsz elrohanni, hiszen be kell, hogy bizonyítsd magadat a munkahelyen, és esetleg a párkapcsolatban, ha úgy érzed, hogy van a háttérben még egy nő, de bizonyítsd be magadat. Légy annak tudatában, hogy te értékes vagy. És én úgy látom itt a képeken, hogy mások így látnak téged. Te szebb vagy, vagy okosabb vagy, mint ez a konkurencia. Alul látható egy kéz és az érem. Valaki átnyújtja számodra ezt az érmét. Ez lehet egy anyagi segítség. Vagy lehet egy munkahelyi ajánlat. A kártya azt is jelentheti, hogy vedd te a kezedbe ezt az érmét, és légy annak tudatában, hogy értékes vagy, jobb, mint a konkurencia. Itt az érem mellett látható a bot, illetve a botok, itt van egy szűkös helyzet. Lehet, hogy te úgy gondolod, hogy ez a rivális nő, vagy ez a konkurencia jobb, mint te vagy, és emiatt úgy fogva érzed magadat ebben a helyzetben, és ez fáraszt téged naponta bebizonyítani magadat. Szabadulj fel ettől, ezektől a gondolatoktól, vagy ettől a bizonytalanságtól. Gondolj az éremre, hiszen a te kezedben van ez az érem, nem a másiknál. A vasárnapi nap jobb oldalon látható felül vannak az álmok, az elképzelések és a remények nem csak részedről, hanem az ő részéről is. És alul akár a kehely, akár a bot, mindkét kártyánál a kettes szám jelenik meg, két kehely és két bot. Ez a kettes szám jelenthet szerződésekre is, a párkapcsolatban
jelenti azt, hogy ti összetartoztok, te és ő. Nincs itt egy harmadik személy. A kelyheknél érzelmekről van szó. Ez nem egy oldalú, hiszen ő is szeret téged. És a botoknál ott bátorságról van szó, vagy szenvedélyekről. És itt vannak az álmok, a vágyak, az elképzelések, és kialakul egy szép párkapcsolat. Összefoglalnám azt, hogy mit mutatnak a kártyák hétvégére, valaki segít neked. A háttérben van egy rivális nő vagy konkurencia, ami kettőtöket illet, itt megvannak a vágyak, az álmok, az elképzelések, komoly döntések lesznek, kapsz egy ajándékot, érezd magad úgy, mint egy királynő, valaki átnyújtja számodra az érmét, ez lehet egy anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat, lépj ki a szűkös helyzetből, amikor úgy gondolod, vagy úgy érzed, hogy mások jobbak, mint te. Gondolj az arany éremre, a te kezedben van. És vannak álmok, vágyak, elképzelések, részedről is, részéről is, ott van a párkapcsolat, ott vannak a szenvedélyek, és az érzelmek is, hiszen a kelyhek udalnak a víz elemére, és a víz eleménél érzelmekről van szó. A botok pedig jelentik a tűz elemét, a bátorságot, a lelkesedést, vagy a párkapcsolatban udalnak a botok a szenvedélyekre. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!